Jó reggelt kívánok mindenkinek, tisztelettel köszöntök mindenkit, aki eljött a mai testületi ülésre. Köszöntöm Miklós Mende jegyzőasszonyt, Farkas István főépítész urat, Hurainé Szabó Mónika jegyzőkönyvvezetőnket, Benedek Károly képviselő urat, illetve Szabó Péter képviselő urat. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, így nincs akadálya az ülés megtartásának. Mielőtt a kiküldött napirendet ismertetném, engedjék meg, hogy napirend előtt, bár egy hete volt kísérlet testületi ülés megtartására, tehát sok minden időben nem történt, viszont mégis történt egy-két fontos dolog, ami miatt semmiképpen nem mehetünk el szó nélkül. Kezdjük mindjárt a pozitív és nagyon jó hírrel. A tegnapi nap folyamán megkaptuk az értesítést, 133.224.751 millió forintot nyertünk. Tehát még egyszer mondom, 133.224.751 forintot nyertünk. A Szőlő utca és Homokaira utca karbantartására, felújítására tisztelettel köszönjük mindenkinek, aki elkészítette a pályázatot. Köszönöm a képviselőtestületnek, hogy támogatták a beadását, és természetesen köszönöm a magyar állam tisztségviselőinek, hogy továbbra is felelősen gondolkodnak a vidék tekintetében, és annak ellenére, hogy pontosan tudjuk, hogy nehéz helyzetben van az államkincstár, mégis ilyen jelentős volumenű támogatást kaptunk, 133 millió forintot. Köszönjük szépen! Ez volt a jó hír. A többi az kevésbé lesz jó, de emellett sem mehetünk el szó nélkül. Múlt héten, akik követik a munkánkat, azok látták, hogy egy olyan testületi ülés került volna megtartásra, ahol a közmeghallgatáson kívül, bár bizonyos emberek erre élezték ki a történetet, rendkívül sok fontos ügybe kellett volna dönteni, ami meghiúsult, ezért kellett majd rendkívüli ülést összehívni. Azért mondom, hogy az eset mellett nem mehetünk el szó nélkül, mert példátlannak tartom. Tehát példátlannak tartom az elmúlt 20 évben, engem 2002-ben választottak először polgármesternek, azóta 5-ször. Az elmúlt 20 évben most fordult elő először, hogy véleményem szerint egy képviselő szándékosan megakadályozta azt, hogy Kisoroszi község képviselőtestülete felelősen elvégezze a munkáját, és az esküjének megfelelően, illetve a képviselői kötelességének megfelelően részt vegyen a testületi ülésen, és adott esetben megvitassa a napirendeket, illetve szavazzon. A közmeghallgatás kérdésére még külön visszatérek, de a többi napirendi pont tekintetében érzem ezt különösen fájónak, hogy ilyen viselkedéssel veszélyeztetik a település működését, hiszen a napirendi pontok között található volt olyan, ami Bursa-Hungarika pályázat ügye, ahol civil lakosság fiataljai pályáztak támogatói pénzre, amit ha nem tudunk elfogadni, nem tudjuk határidőbe adni, ezek az emberek nem kapják meg a pénzüket. Ez nem vicc. Ez nem vicc, sajnos. Vagy ahogy az sem vicc, hogy ezek mellett a nehéz gazdasági körülmények között előkészítettünk a pénzügyi osztályjal és jegyzőasszonnyal egy folyószámla hitel meghosszabbító kérelmet, ami egy biztonsági tartalék az önkormányzat működésében, és ennek az elfogadásának a határideje is a körmünkre égett. És ezt sem tudtuk elfogadni az előző testületi ülésen. Tehát a közmeghallgatáson kívül több olyan pont volt, ami kifejezetten veszélyeztette a képviselőtestület és az önkormányzat működését. Ezt egy rendkívül felelőtlen és képviselőhöz nem méltó viselkedésnek tartom, ezért én már sokadszor, de ismételten felszólítom a most jelen nem lévő erre, majd külön kitérek Surányi Pétert, hogy mondjon le haladéktalanul a képviselői pozíciójáról, és engedje azokat az embereket dolgozni, akik a településért és a közösségért kívánnak tevékenységet folytatni. Említettem, hogy a közmeghallgatásra külön szeretnék kitérni. Igen, ki kell, hogy térjek erre is. A közmeghallgatás időpontjának a meghatározása az valóban a képviselőtestület feladata.
Minden más testületülés összehívása és a testületi napirendi pontok előkészítése, ez a polgármester jogköre és a polgármester feladata. Tehát a képviselő testületi ülést a polgármester hívja össze, nem a jegyző, nem a képviselő, nem a lakosság, hanem a polgármester hívja össze. Egyedül a közmeghallgatás idő pontja, napja, amiben dönt a képviselőtestület. Azért kell most erre visszatérjek, mert ugye a képviselőtestület eldöntötte a napot, hogy melyik napon lesz közmeghallgatás, ez nem valósult meg, így majd újra valamikor kell a közmeghallgatást tartanunk, tehát újra kell a képviselőtestületnek majd kijelölni erre időpontot. Amikor erre a képviselőtestület meghozza a döntését, akkor majd lesz közmeghallgatás. Tehát meg fogjuk valamikor tartani természetesen. Ez csak azoknak üzenem, hogy én külön személyesen is sajnálom, hogy a közmeghallgatás része elmaradt. Azt, hogy az egész testületülés elmaradt, azt végtelenül sérelmezem, de a közmeghallgatást azért, mert bár kevés ember jelent meg a közmeghallgatáson, én annak is köszönöm tisztelettel, aki eljött, egy ember is fontos az önkormányzatnak, de a jelenlévő civil lakosság, illetve a terembe tartózkodók közel a fele azért érkezett ezen a napon, beleértve én is ebben a kategóriába tartozom, hogy kérdéseket tegyünk fel Surányi képviselőnek abban az ügyben, hogy hogyan végzi a munkáját, hogyan végezte a munkáját az elmúlt két évben. Szerettünk volna kérdésekre választ kapni. Ez nem sikerült, nyilván erről nem mondok le, tehát a továbbiakban is, amikor ismételten képviselőtestületi ülésre jön, akkor, illetve kitűzzük a közmeghallgatás időpontját, föl fogjuk tenni ezeket a kérdéseket. És akkor rátérnék a mai testületi üléssel kapcsolatos levelére Surányi Péternek. Surányi Péter a tegnapi napon 10 óra 37-kor az alábbi levelet küldte, megcímezte illedelmesen jegyzőasszonynak, Hurainé Szabó Mónikának, majd odavetette a polgármestert is a végére, de hát ezekkel én nem foglalkozom, ezekkel a dolgokkal csak megemlítem önöknek. Ezúton jelzem, hogy 2022. november 25-én reggel 9 órára meghirdetett rendkívüli testületi ülésen munkával kapcsolatos elfoglaltságom miatt nem tudok részt venni. Ahogy korábban a jegyzőasszonyhoz címzett levelemben jeleztem, péntek kora délelőtti időpont számomra a legtöbb esetben nem megfelelő. Ennyi a részlet a leveléből. Tehát képviselő úrnak üzenem még egyszer, jegyző azt, hogy nem hív össze képviselőtestületülést. Tehát még hiába jelzi, nem hív össze képviselőtestületülést. Másrészt az előbb részletesen ismertettem a testületülés összehívásának szabályait, tehát polgármester hívja össze, úgyhogy azt üzenem képviselő úrnak, mert sajnos nincs itt, hogy a képviselőtestületi ülések továbbra is a délelőtti időpontban lesznek megtartva, és akkor, amikor én ezt meghatározom, és a képviselőknek kötelessége ezen az önkormányzati törvény értelmében részt venni, illetve alapos indokot találni arra, hogy miért nem vesznek ezzel részt. Tehát ezen a gyakorlaton nem változtatunk. A tegnapi levél viszont felkeltette az érdeklődésemet abban az ügybe, hogy megnézzem, hogy ebben az évben Surányi képviselő hány darab testületi ülésen, illetve a többi képviselő úr hány darab testületi ülésen vett részt. Hát nem, megmondom, nem számítottam erre a megdöbbentő adatra. Tehát a 2022 évet kértem, hogy gyűjtsük ki. A 2022 évben gyakorlatilag azt mondja, hogy ha jól látom, 6. hó 24-e volt az a testületi ülés, talán emlékeznek rá, amikor képviselő úr kiszaladt, beszaladt, szintén jelenetet rendezett a testületülésen, már akkor megpróbáltam megakadályozni a testületülést, de nem sikerült. Tehát 6. hó 24-e volt, amikor jelen volt a testületülésen, és azóta nem volt testületülés. Bocsánat, 10. hó 26-án egyszer megjelent még. Tehát 6. hó 24-e óta egyszer volt testületülésen.
Korábbi időszakban is volt, amikor nem volt testületülésen. A mai nappal együtt 1, 2, 3, 4, 5 alkalommal nem volt. Nem jelent meg a testületülésen. Ezt csak azért vetem föl, mert ez majdnem a fele, szűk fele annak a testületülések időpontjának, hogy ha összevetjük azzal, hogy havonta a képviselő úrnak a kisoroszi önkormányzat minden évvel együtt, szocho és járulékával együtt 39.193 forintjába kerül a képviselő úr működése havonta a kisoroszi önkormányzatnak, ez évre vetítve közel 500 000 forint, amiben nekünk kerül ez a dolog. Én mindenkinek rábízom a következtetést arra vonatkozólag, hogy ha azzal a munkaidővel összevetjük, ami részt vett, illetve hozzáteszük ezt a pénzt, hogy ez arányban van-e. Hogy ez arányban van ebben a dologban. Úgyhogy a többieknél természetesen ilyen eltérés nincsen. Kovács úr kifejezetten egyetlen egyszer volt, amikor beteg volt, akkor nem volt itt, Benedek úr egyszer nem vett és Szabó úr kétszer-háromszor nem vett és, de ő viszont jelezte, hogy miért nem tudott akkor részt venni. Tehát itt van egy nagyon komoly eltérés ebben az ügyben, úgyhogy azt gondolom, hogy ez az összevetés is azt mutatja, amivel pár perccel korábban fölhívtam a figyelmet, hogyha munkát bármilyen körülmények között, hát beállhat olyan változás az ember magánéleti munkájába, hogy nem tud bizonyos feladatokat ellátni, akkor ezt arrébb kell lépni, és túl kell ezen lépni a továbbiakban. Sajnos még mindig nincs vége ennek az ügynek, és erre is ki kell térjek. Tehát véget ért a múlt hét pénteki találkozó, fogalmazzunk így, mert a testületülést nem lehetett tartani, és utána természetesen a közösségi médiát felhasználva, ahol én most egyetlen egyszer válaszoltam, soha többet nem fogok, eddig se válaszoltam a levelekre, de olyan durva csúsztatás volt megint az én személyemmel kapcsolatban, amit meg kellett cáfoljak. Tehát a közösségi médiában azonnal megjelent a jegyzőasszonynak írott levele, hát ezt mondjuk megint mennyire korrekt és intelligens dolog, és mennyire nem menjünk bele, hogyha valakinek írok levelet, azt miért a Facebookra teszem föl, de hát ezekkel nem tudunk mit kezdeni. Na de ebben a levélben kérem, valótlanságok voltak. Tehát ebben a levélben azt állította, hogy én megmásítottam a közmeghallgatás időpontjának írás. Én nem másítottam meg semmit. A képviselőtestület a közmeghallgatás napját határozta meg egyértelműen, ahol egyértelműen közlöm, hogy azért kérem, hogy a napot határozzuk meg a kiküldött előterjesztéssel szemben, csak a napot, mert vendégeket hívunk a közmeghallgatásra, akiknek az akkori jelzett időpont már kiderült, hogy nem megfelelő. Ezt elmondom a testületülésen. Erről felvétel készült, és itt most szeretnék egy picit a felvételről is egy pár percet beszélni. Miután lement ez az ülés, ahogy ez illik, idézőjelben képviselő úr elszaladt sajtos polgármester úrhoz, a két órán keresztül tájékoztatta arról, hogy milyen szomorú a helyzet Kisoroszba, és milyen az önkormányzati működés. Most ebben nem menjünk bele, hogy ezt én úgy értékelem a polgármester úr részéről, hogy kisoroszi belső ügyeibe való beavatkozás, illetve önkormányzati életébe. Legyünk nagyvonalúak, és lépjünk ezen túl, és tekintsük ezt úgy, hogy polgármester úr nem tudta, hogy kivel beszél ebben a kérdésben. Én azóta beszéltem már vele, és nagyon bánja ezt a találkozót. Tehát lényeg a lényeg, ott elhangzott egy olyan információ a sok minden más mellett, amit nem részleteznék, mert elég sokáig beszélgettek, hogy valaki meghamisítja kisoroszi vágott képanyagát, ami a képviselőtestületi ülésekről készül, és ennek kapcsán, ennek következtében a jegyzőkönyvek sem a valóságnak megfelelően készülnek. Na most nézzük, kik ezek a valakik. Tehát van a Molnár valaki Csaba, van a Schumacher valaki Tamás, és van a Szecsei valaki László, akik ebben a dologban valakiként részt vesznek. Na most tisztelettel üzenem képviselő úrnak, aki nem tudott ma ismételten megjelenni, hogy a leghatározottabban visszautasítom azt, hogy a kollégáimat becsmérelje, számon kérje,
akár udvarias, akár nem udvarias módon, és bármilyen szinten összekeveri a nevüket azzal, hogy esetleges törvénytelenséget kövessenek el. Kikérem magamnak a jegyzőasszony nevében, Sumár Tamás nevében és Szecsei László nevében is. Nyilvánvalóan a velem való foglalkozásra nem tudok külön kitérni, mert nekem azt tudomásul kellett vennem, hogy bizonyos tekintetben azt mondanak róla, amit akarnak, és ezt mivel közszereplő vagyok, el kell viselnem, de a többiek nem közszereplők. A többiek nem közszereplők, és köteles vagyok kiállni a kollégáim mellett. Hát arról a butaságról, arról a primitív vádról pedig nem beszélve, hogy semmilyen vágás nem történt. Semmilyen vágás nem történt. A megfelelő adathordozókkal rendelkezünk, ezt természetesen kértem a felvételt készítő kollégától, hogy ezt tegye el. Bárkinek, bármilyen hatóságnak, bármikor hivatalosan be tudjuk mutatni, hogy semmilyen vágás nem történt. Ezért minden egyes ezzel kapcsolatos állítás valótlan és durva. Durva beavatkozás. Térjünk még a jegyzőkönyvek helyzetére. Itt is úgy látom, pedig ezt többször elmondtam már az évek alatt, de nem sikerül megérteni képviselő úrnak. Tehát az, hogy itt videófelvétel készül, akár a mostani testületgyűlésről is, ez a videófelvétel nem kötelező. Sehol nem kötelező. Az önkormányzati törvény azt írja elő, hogy a képviselő testületgyűlésekről jegyzőkönyvnek kell készülni, még csak nem is szó szerinti jegyzőkönyvnek kell készülni. Tehát jegyzőkönyvnek kell készülni, amit hitelesít jegyzőasszony, és hitelesítek én, azaz a polgármester, és ezt küldjük be a kormányhivatalnak. Ez a hivatalos dokumentum. A videófelvétel nem hivatalos dokumentum. A videófelvétel arra szolgál, hogy segítséget nyújtson arra, hogy a jegyzőkönyvvezető asszony könnyebben el tudja készíteni a jegyzőkönyvet. Tehát először is foglaljuk össze, a videófelvétel nem kötelező. Mi megtettük azt a gesztust, fogalmazzunk így a lakosságnak, hogy onnantól, hogy én polgármester lettem újra 2017-ben, azonnal megteremtettük annak a lehetőségét, hogy önállóan rendelkezünk eszközökkel, amivel fel tudjuk venni a képviselőtestület ülést. Szecsei László kollégánk profin elvégzi a munkáját, legkésőbb egy nappal később, de van, amikor még aznap a teljes felvételt föltesszük. Érdemes lenne körülnézni a környező településeken, hogy zajlik ez. Van, ahol egyáltalán nincsen felvétel, van, ahol sok-sok millió forintért kibérlik a regionális televíziónak a rendszerét, akik napokkal később egy vágott felvételt, narrált vágott felvételt tesznek föl, a képviselőtestület ülésekről olyan, mint nálunk, hogy minden testületülés 100%-ba lemegy, nagyon-nagyon kevés helyen van. De fölkeltette az érdeklődésemet Surányi képviselőnek az a mondata, hogy állítólag én vágom vagy vágatom ezeket a felvételeket, és ebből neki már nagyon elege van. Elgondolkodtam rajta, hogy ha majd lesz időm, egyelőre még nincs, hogy valóban elkezdem összevágni a képviselőtestület felvételét, és kiadok egy best of Surányi anyagot ebből a kérdésből. Tehát azt gondolom, hogy szórakoztató lesz. Tehát nekem mérhetetlen módon elegem van ezekből a vádaskodásokból. Tehát nagyon sok dolgunk van. A község működése jelen pillanatban azt kell mondanom, hogy még mindig stabil lábakon áll, de nagyon nehéz helyzet van költségvetésileg, ezt nem kell mindenkinek elmondanom. És ilyen azzal kell foglalkoznom, hogy az ő elmondása és állítása szerint kivágtunk-e egy percet a képviselőtestületből, nem vágtunk ki, méltatlan. Tehát méltatlan. Úgyhogy ezzel szeretném lezárni ezt a kérdéskört, tehát még egyszer mondom, itt semmilyen vágás nem történt, de ha ebben bármilyen vizsgálat lesz, állunk elébe, és minden egyes tanú meghallgatásokat, illetve egyéb dolgot ebben az ügyben biztosítani fogunk. Úgyhogy ennyi volt, amit ebbe az ügybe szerettem volna elmondani. Még részben ide kapcsolódik csak megint a kellemetlenségekhez, hogy ma reggel más ügy, de történt egy szintén egy kellemetlen történet hajnalban, hogy mind a két révfolyónk tönkrement. Az egyik révfolyó tönkrement a Kis-Dunai oldalon, a másik, vagy a Kisoroszi oldalon, a másik pedig tönkrement járatba a másik oldalon. Az egyiknek eltört a kardántengelye, a másiknak meg a gázbovdenye szakadt el, úgyhogy Pirismarózra kellett felszaladni hajóért,
még nem tájékoztattak a révészek, hogy sikerült-e újraindítani a forgalmat. Bízom benne, hogy a délelőtt folyamán újra fog indulni a forgalom. Itt csak megint arra hívnám fel tisztelettel a figyelmet, hogy fogunk ma testületülésen tárgyalni a Hajós utcai híd tekintetében. A Hajós utcai híd ügye, én szerintem, tehát már régóta mondom, nem releváns, tehát meghozogatjuk ezeket a határozatokat, az államnak nincsen ilyenre pénze. Tehát nem fog az állam most erre pénzt adni. A történelmi bűnt azok követték el. Azok követték el a történelmi bűnt a falu szempontjából, akik a Rév utcai híd helyszínt kifúrták. Tehát azok követték el. Tehát emlékezzünk arra vissza, amikor a Rév utcai híd helyszín elő volt készítve, környezetvédelmi engedélye volt, annak az egyetlen egy híd helyszínnek volt környezetvédelmi engedélye, és ezek után perbe támadták, és egyéb módon támadták, aláírásokat gyűjtöttek, volt, tehát, volt 6-8-10 ember a faluba, többek között éppen Surányi képviselő, a volt polgármester, és a többi, akik mindent alávetettek annak, hogy megakadályozzák a Rév utcai híd helyszínt. Tessék, itt az eredménye. Itt az eredmény, itt a ma reggel megmutatta azt, hogy eljutunk addig, hogy ezek a révhajók meg fognak állni, nem tudjuk biztosítani a lakosságnak a közlekedését, nem tudnak a gyerekek iskolába járni, nem tudnak az emberek dolgozni menni. Azért, mert valakit zavart a kilátás. Kérem, ezt tisztességgel szeretném önöknek én, hogy gondolják ezt végig, hogy amit akkor is mondtam, azóta is többször mondom, hogy történelmi bűnt követtek el a falu fejlődésével kapcsolatban azok, akik a Rév utcai híd helyszínt megakadályozták, és megakadályozták a híd építését. Az a híd már kész lett volna. Amikor az engedély megvolt, még volt az államnak pénze, nem volt háború, nem volt szankció, nem volt egyéb dolog, az a híd már megépült volna, és használhatnánk. Nem épült meg, innentől kezdve ezzel se tudunk mit csinálni. És záró gondolat, csak benne vannak ezek, mert reggel 6 óra óta ezzel a révügyel foglalkozunk, hogy ugyanez lesz a Sziget csúcs ügyébe is. Tehát most kaptam a tájékoztatást, hogy a hulladékszolgáltató nem akarja elvinni a továbbiakban a Sziget csúcsra összegyűjtött szemetet, mert kitörik a tengely az autónak. Tehát erre abszolút lehet számítani. Onnantól kezdve szeretném megkérdezni azokat, akik nem engedélyezték, megfúrták azt, hogy megvalósítsuk azt a beruházást. Tehát kézzelfoghatóan 400 millió forint kárt okoztak a falunak. 400-at. Tehát ez helyből 400 számosítható, vagy számszakilag is megfejthető. Ezen túlmenően nagyon sok mindent, ott kimegy, oda mennek szemetet szedni, elviszik a hátukon. Hogy mi lesz? Mi lesz a továbbiakban? De most győzködjük a hulladékszolgáltatót, hogy nem tudunk utat építeni, hanem jöjjenek ki a továbbiakban is, mert nincs pénzünk. Ő meg azt mondja, hogy ne haragudj neki, ezt nem kötelesség elvinni. Különben tényleg nem kötelesség elvinni. Kisoroszi külterület, nem kötelesség elvinni ezt a szemetet, és azt mondja, hogy neki az, hogy a hulladékszállító autójának a kardántengelye, vagy akármilyen nem értek hozzá, nem vagy autószerelő, kitörje, az neki nem éri meg egész egyszerűen. Úgyhogy ezekre még majd lehet a következőkben számítani, úgyhogy itt is csak rettenetesen gratulálni tudok idézőjelbe annak a gyönyörű társaságnak, aki megfúrta ezt a beruházást is. Úgyhogy ennyi volt napirend előtt a keserű pirulákból, de hát fejezzük be azzal, mert kezdtük. Nagyon-nagyon jó hír az, hogy kaptunk 133 millió forintot. Ma reggeli korai e-mailben láttam, hogy Szentendre is kapott az egészségház, vagy a családsegítő tekintetében támogatást, úgyhogy jönnek azért támogatói pénzek, örülünk ennek a dolognak, és köszönöm azoknak a munkáját, még egyszer, hogy ebben részt vettek. Nézzük a mai napi rendet. A napi rendi javaslatot minden képviselőnek kiküldtük. Ismertetem a napirendi javaslatot. Kisoroszi község település rendezési eszközeinek módosítása az euróvaló 6 kerékpáros útvonal részét képező Dunabogdán Kisoroszi kerékpárúta vonatkozóan 2. Bursa Hungarika pályázatok értékelése 3. OTP folyószámla hitelügye 4. 2023 éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása 5. Helyi esélyegyelőségi program jóváhagyása 6. Tajtótfalui közös önkormányzati hivatal igazgatási szünet jóváhagyása. 7. Egyebekbe egyetlen napirendi pontot tárgyalunk, 2023 évi vízmű koncepciót, amit a képviselőtestületnek osztottál? Jó.
Hát nálam? Tehát oké, mi lenne, hogyha náluk is lenne? Jó? Jó, tehát akkor... Haladjunk, kérdezem a képviselőtestet, ki az, aki támogatja a napirend elfogadását, szavazunk. Köszönöm, elfogadtuk. Első napirendi pont, Kisrahoszi község településrendezési eszközeinek térre módosítása, az Euróvaló 6 kerékpáros útvonal részét képező Dunabogdán Kisrahoszi kerékpárúta vonatkozóan megadom a szót Farkas István építész úrnak, parancsoljon. Jó napot kívánok! Tehát a következő történt. A tervezett beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyén nyilvánított a magyar kormány. A beruházás során a kerékpáros és gyalogos közlekedés számára szolgáló híd épül Kisrahoszi és Dunabogdány között. Ez partnerségi egyeztetéssel a lakosság számára megismerhetővé vált. Ezt a partnerségi egyeztetést május 20-tól 6-6-áig megtettük. Az állami főépítésznél a tárgyalásos eljáráson részt vettem. A tárgyalásos eljárás során az állami főépítész és az egyéb állami igazgatási szervek kifogást nem emeltek, ezért a mellékletben szereplő rendeletmódosításnak a jóváhagyását kérném a testülettől. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Kérdezem a képviselőtestet, van-e valakinek észrevétele? Nincs. Kérdezem a képviselőtestet, ki az, aki támogatja a főépítész úr előterjesztése alapján a határozat elfogadását. Szavazunk. Megszavaztuk. Köszönöm szépen. Kettes. Jegyzőasszonyt kérem, hogy ismertesse. Várj, egy pillanat. Bocsánat. Egy pillanat. Bocsánat. Még annyiban, hogy volt egy határozat, és akkor volt itt egy önkormányzati rendelet módosításának a jóváhagyása. Bocsánat, akkor a rendelet is módosítanunk kell, akkor jegyzőasszonyt kérem, hogy ismertesse. Tehát gyakorlatilag a helyi építési szabályzatról szóló rendeletet kell tulajdonképpen e tekintetben a szabályozási tervlap változik tulajdonképpen, ami az egyes számú mellékletét képezi ennek a rendeletünknek. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Ez egy másik határozat. Kérdezem a rendelet. Kérdezem a képviselőtestet, ki az, aki támogatja a rendelet módosítása elfogadását. Megszavaztuk, jó? Kettes napirendi pont, Bursa-Hungarika pályázatok értékelése. Megkérem jegyzőasszonyt ismertesse. Köszönöm, főépítész úr, jó munkát kívánunk. Kisrahoszi község önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa-Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez. A rendelkezésre álló támogatási összeg a költségvetésben 180 ezer forint per év. Erre a pályázati fordulóra 4 pályázó adta be a pályázatát, mind a 4-en érvényes pályázatot nyújtottak be. Tehát a rendelkezésre álló keretösszeget figyelembe véve 4500 forint per fő per hó maximumban állapítható meg az összeg, ami részükre adható. Dönthet úgy esetleg a képviselőtestület, hogy differenciál, de általában ugye egységes összeget szoktunk megállapítani, úgyhogy ha egyet értenek vele, akkor ennek a 4 pályázónak akkor 4500 forint per hó összeget tudunk a pályázat keretében nyújtani. Köszönöm szépen, nyilván neveket nem ismertetjük személyiségi ügyek miatt, úgyhogy én azt javaslom, hogy ne differenciáljunk, tehát maradjon az eddigi gyakorlat, hogy úgy kapjanak pénzt, ahogy eddig, és kérem, hogy támogassuk ezt, mert minden pénz fontos, főleg amit a tanulásra költenek az emberek, az még fontosabb. Kérdezem a képviselőtestet, van-e valakinek kérdése? Nincs. Kérem a képviselőtestület, szavazzunk a jegyzőasszony által ismertetett Bursa-Hungarika pályázatok értékelése kapcsán lévő határozathozatalban. Szavazunk. Egyhangulag elfogadtuk. Következik az OTP folyószámla hitelügye. Az előbb napirend előtt kitértem erre, ezt én nagyon fontos dolognak tartom, bár a tavalyi évben sem kellett hozzányúljunk. Ezért nagyon fontos, hogy jól gazdálkodtunk a tavalyi évben is, és nem kellett fölvennünk a folyószámla hitelt,
de ez egy olyan biztonsági tartalék, és annyira kevés pénzbe kerül idézőjelbe a folyószámlahitel fönntartása, hogy én különösen ezekben a vészterhes időszakokban mindenképpen azt támogatom, hogy a képviselőtestület vegye föl ezt a folyószámlahitelt, amit a pénzügyi osztály előkészített, és rendelkezzünk ezzel a biztonsági tartalékkal. Itt csak nyitok egy zárójelet, például azért, mert ugyan még nem volt időm nyilván vele foglalkozni, mert tegnapi nap érkezett meg ez a 133 milliós támogatási összeg, de őszintén meg lennék lepve, hogyha ebbe az összegbe elférne a beruházás. Tehát a mai világban azt kell megtanuljuk, hogy hiába, vagy kellett megtanuljuk, hogy hiába készítünk egy költségvetési tervet, az, ami szám tegnap igaz volt, az ma nem igaz. Tehát itt bízni kell abba, hogy nyilván közelíteni fogunk ez a realitáshoz, de lehet, hogy hozzá kell nyúlni egy olyan pénzhez, ami éppen pár millió forint hiányzik, és akkor rendelkezésünkre állna ez a tétel, hogy meg tudjuk valósítani ezt a beruházást. Úgyhogy százszónak is egy a vége, én javaslom, hogy vegyük fel ezt a folyószámlahitelt. Van-e valakinek kérdése? Nincs. Kérdezem a képviselőtestület, ki az, aki támogatja, hogy a kiküldött előterjesztésnek megfelelően fölvegyük az OTP folyószámlahitelt. Köszönöm szépen. Megszavaztuk. Belső ellenőrzési terv jóváhagyása, ez kifejezetten, bár én vagyok előadóként írva, ez kifejezetten jegyzői kérdés, úgyhogy jegyzőasszonyt kérem, hogy tájékoztassa a testületet. Igen, ez is ugye minden évben egy kötelezően ellátandó feladatunk, hogy a belső ellenőrzést működtessük. A belső ellenőrzést végző megbízott cég ismételten összeállította nekünk a belső ellenőrzési tervet, ami ugye a jövő évre vonatkozik. Nyilván előzetesen mindig csinálnak egy kockázatelemzést, illetve kikérik a véleményét a jegyzőnek, hogy milyen irányban készítsék el ezt az ellenőrzést, és úgy döntöttünk így közösen, hogy a jövő évben a tervezett feladat az a belső kontrollrendszeren belül a bankkártya használat rendjének a vizsgálata lesz, illetve az intézményi alapdokumentumok összhangjának a vizsgálata, és ez kitér a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzatra, illetve az önkormányzati intézményeire is. És ezt kérném szépen a képviselőtestülettől, hogy hagyják jóvá. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Tehát mondom, belső ellenőrzés, az kifejezetten a jegyző, aki a hivatal vezető, ő látja azt, hogy hol van szükség egy plusz ellenőrzési folyamatra. Ezt javasolta, én azt gondolom, hogy támogassuk. Kérdezem a képviselőtestület, ki az, aki támogatja a belső ellenőrzési tervnek az elfogadását. Elfogadtuk. Helyi esélyegyelőségi program jóváhagyása, szintén jegyzőasszony az előterjesztő. Erről ugye azt kell tudni így röviden, hogy a települési önkormányzat ugye 5 évente 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. Kisoroszi önkormányzata eddig is rendelkezett esélyegyenlőségi programmal, ez ebben az évben lejár, tehát most következik a 2023-tól 28 évi időszakra vonatkozó program. Ez elkészült, ki is küldtük a képviselőtestületnek egy elég hosszú vaskos anyag, de azért úgy, hogyha akit érdekel, azért ajánlom figyelmükbe, érdemes benne azért böngészni. És azért nagyon lényeges egyébként még ez a program, hogy ezzel rendelkezzen az önkormányzat, mert a bizonyos pályázatok esetén gyakorlatilag kötelező érvényű, hogy ezzel az önkormányzat rendelkezzen, mert akár ki is zárhatják magából a pályázati keretből is az önkormányzatot, tehát ezért tulajdonképpen ennek ezért van jelentősége, úgyhogy kérném szépen a képviselőtestületet, hogy ezt hagyják jóvá. Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtestület, ki az, aki támogatja a jegyzőasszony által ismertetett előterjesztés elfogadását? Megszavaztuk. Szintén jegyzőasszony az előterjesztő. Tajtótfalui közös önkormányzati hivatal igazgatási szünetének jóváhagyása. Talán emlékeznek arra, hogy igazgatási szünet az elmúlt években is volt. Itt most kifejezetten az állami apparátus kéri azt, hogy a rezsicsökkentés és egyéb energiatakarékossági ügyek miatt a önkormányzati hivatalokban legyen igazgatási szünet, viszont most azt kéri, hogy a képviselőtestület ezt hagyja jóvá, úgyhogy megadom a szót jegyzőasszonynak.
Így van, ahogy polgármester úr is felvezette, tulajdonképpen ez most egy kicsit speciális eset, hogy megjelent egy kormányrendelet, amely kifejezetten lehetővé teszi a helyi önkormányzatok számára is, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel tulajdonképpen úgy rendelkezzen, hogy igazodván a központi kormányzatnál elrendelt igazgatási szünetre, ami egészen pontosan 2022. december 22-től 2023. január 6. napjáig tart, hogy ehhez csatlakozzanak a helyi önkormányzatok. És én ezt a javaslatot tettem itt is, és fogom tenni majd Tahitótfaluban is, hogy igazodjunk ehhez az időponthoz. És hát gyakorlatilag azért itt figyelemmel kell lenni arra is, hogy a rezsicsökkentés kapcsán is azért ez egy jelentős tétel tud lenni, hogy közel, illetve egy picit több mint két hétre le tud akkor állni úgy a hivatal Tahitótfaluban, hogy nem kell akkor a fűtés költségeit, illetve az áram költségeit fizetni. Természetesen ügyeleti rendet ki fogunk alakítani, erről a lakosságot előre értesíteni fogjuk, úgyhogy azért teljesen nem áll le az élet, lesznek olyan napok, amikor be lehet majd jönni és ügyet intézni. Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtestületet, hogy van-e valakinek észrevétele ebbe az ügyben. Nincsen. Akkor kérem, hogy támogassuk jegyzőasszony igazgatási szünetre vonatkozó határozati javaslatát. Támogattuk egy hangulat. Egyetlen egy dolog van, vízmű koncepció. Azért lett most betéve, mert szintén tegnap érkezett a kérés, hogy mindenképpen hozzuk meg november 30-ig a vízmű koncepcióra vonatkozó képviselőtestület döntést. Ez egy képviselőtestület látja, ez egy tervezett anyag. Tehát nagyon sokszor változik ez közben, és az elszámolás is sokszor változik, kérünk változtatást. Egyelőre azokat a standard dokumentációt, standard információkat tartalmazza, amik az előző években mentek, tehát a hulladékszállítás, egyebek, azok a kérdések, amiket ebből mezőőr, és a többi, amiket kifizettünk. Ugye itt a legfontosabb információ sajnos az, hogy ugye lecsökkent a felére, tehát az, hogy 17 millió forint a 34-gyel szembe, tehát ez számomra ez a legfontosabb információ, úgyhogy idézőjebb ennek az elköltése nem lesz nehéz ennek a pénznek a jövő évben, úgyhogy részben adminisztratív az elfogadás, mert hangsúlyozom, hogy itt még a költségvetés elfogadás, akkor is lehet, hogy ezt majd változtatást kérünk, de most kérnek egy tervezett elfogadását. Kérem a képviselőtestületet, hogy szavazzunk a 2023 évi vízmű koncepcióról. Kérem, hogy támogassuk. Köszönöm szépen. Támogattuk. Két észrevétel, mielőtt lezárjuk a testületülést. Az egyik a keretes szerkezet tekintetében. Arra kérem Sumár Tamás kollégámat, hogy vizsgáljuk meg annak a lehetőségét a továbbiakban, hogy hogyan tudunk kivonatos testületi ülés felvételeket föltenni a honlapra, és a testületi ülésekből a kivonatos anyagot közvetíteni a továbbiakban. Természetesen nekünk megmarad a többi dokumentáció. Nézzük meg, hogy a jövő évtől ennek van-e lehetősége, belefér-e a munkánkba, egyáltalán foglalkozunk ezzel a dologgal. Mindaddig marad az eredeti rendszer. Jó, de azt gondolom, hogy érdemes erre áttérni, erre a új rendszerre. Karácsonyig már nem lesz testületi ülés, azért tisztelettel áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok Kisoroszi teljes lakosságának, a képviselőtestület tagjainak, jegyzőasszonynak és mindenkinek. Úgyhogy ünnepeljenek békésen, és kérem, hogy ebben a mostani adventi időszakban mindenki gondolja át, próbálja meg, mindig ezt szoktam kérni, tartson egy kis önvizsgálatot, hogy ment le ez az éve, hogy kéne a következő évét csinálni, és én azt kérem mindenkitől, hogy talán nem nagy szó, hogy nem pátoszos a kifejezés, hogy a jóság felé fordítsa az arcát, úgyhogy még egyszer mindenkinek áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok. Köszönöm.